Az elmúlt időszakban két videóm is készült a Lime elektromos rollerről, az egyik egy ilyen első benyomások videó volt, a másik pedig a használatáról szólt A-tól Z-ig. Hogyha ez érdekel, akkor mindenképpen csekkold őket, lerakom a linket a leírásban, de most nem ezért vagyunk itt. Ami ebből a két videóból hiányzik, az nem más, mint a negatívumok, azok a negatívumok, amik a használat során jöttek be a képbe, úgyhogy a mai videóban ezzel fogunk foglalkozni, hogy miért nem tudom neked ajánlani a Lime elektromos roller szolgáltatást. Úgyhogy vágjunk is bele! Üdv a csatornán, és Szabó Viktor vagyok, és nézzük is, hogy miért nem ajánlom neked a Lime roller szolgáltatását. Első és legfontosabb pont, az emberek nem vigyáznak rá, emiatt rengeteg a sérülés a rollereken, nem tudhatod, amikor odamész egy rollerhez, hogy mi baja van. Én viszonylag új rollerekkel is találkoztam már, néha ilyet is ki lehet fogni, de rengeteg olyan alkalom van, amikor mondjuk az első használat után, tehát felállsz a rollerre, és rájössz, hogy mondjuk ki van fordulva az első kerék, vagy nem fog a fék, vagy éppen ferde a kormány, tehát rengeteg a hiba lehetőség, és hogyha elindulsz vele, akkor ugye instant levonja a 250 forintot, plusz nem egy jó dolog, amikor épp úgy tervezel, hogy rollerrel mondjuk hamar odaérsz a helyre, aztán kiderül, hogy mégsem működik a roller, úgyhogy szerintem ez a csalódás faktor, ami benne van a rollerezésben, ezt nem kívánom senkinek, de sokkal fontosabb, hogy nem tudhatod, milyen rejtett hibái vannak az eszköznek, ugye a nem rendeltetésszerű használat miatt, így szerintem baleset veszélyes is, amikor 25 km/h-val csapatod egy olyan rollerrel, ami nem tudod, hogy milyen állapotban van. Persze lehet, hogy ezeket a rollereket minden nap átnézik, én nem tudom pontosan, de ez az egyik negatívum. A másik negatívum pedig szerintem hát egy picit sokkal nagyobb, ugyanis rengeteg bug van az applikációban, és ezek levét megihatod te is, hogyha épp beleesel ebbe. Rengeteg olyan sztori van a fórumokon, amikor ilyen random 5000, 10.000 forintokat levon a Lime, mondjuk egy utazásért, vagy tegyük fel, más problémát csinál. Én például volt olyan, hogy feloldottam egy rollert, és nem működött, csak a számláló pörgött, de maga a roller, amit feloldottam, az nem ment. Ilyenkor megint az van, hogyha nem kapcsol időben az ember, és nem állítja le gyorsan a számlálót, akkor ugye levonja a pénzt a Lime. Viszont ezek a random levonások, amikor csak úgy eltűnnek az emberek pénzei, nagyon, hát nem túl biztató dolgok. Önmagában erre azt mondanám, hogy nem is lenne probléma, hiszen egy jó supportnak írsz, és válaszol, készült is erről egy videóm, amiben a jó supportokról meséltem. Na, a Lime-nak van a világon az egyik legrosszabb supportja, megmutatom ezen a linken, és ezt az oldalt eléred, itt tudod bejelenteni a hibákat, ahol robotok fognak neked válaszolni. Több ízben is beszélgettem így a supporttal. Az első az volt, hogy voltam lent a Balatonon, és nem találtam magamnak rollert, ugye zóna van, de roller nem volt, és azt hiszem ilyen 2-3 e-mailt írtam, hogy megfogalmaztam máshogy, megfogalmaztam angolul, és mindig ilyen random sablon válasz érkezett vissza. Az egyik válasz például az volt, hogy indítsam újra az appot, és jelentkezzek ki meg be, és akkor megoldódik a problémám, és így néztem, hogy oké, az tök jó, hogy akkor lesznek itt rollerek, ha újraindítom az appot. Na mindegy, ott el is engedtem, úgy voltam vele, hogy a nyaralás alatt nem idegeskedem azon, hogy most nincs roller, és ez van. Viszont sokkal nagyobb probléma a kuponkódom, ami alapján ugye regisztrációkor kaptál volna te is 900 forintot, rendszeresen elromlik idézőjelesen, nem beváltható. Rengeteg levelezésem volt a supporttal, olyan 9-10 e-mail, és mindig más random hülyeséget másolnak be. Tehát borzalmas a support, szinte lehetetlen élő emberrel beszélni, bármit írsz, bárhogy írsz. Különböző fórumokon azt írták, hogyha kicsit idegesebben írsz nekik, akkor talán átkerül emberhez, és bárki foglalkozik vele. Elég aggasztó, hogy nem működik a support, és ja, nyilván ezek miatt nem ajánlom a szolgáltatást, plusz amúgy baromi drága, tehát 50 forint per perc. Főleg ezek fényében amúgy, hogy nem is biztos, hogy jó a roller, csalódsz, hogyha ott van, és nem működik, illetve azt se jelzi az app, hogyha le van foglalva egy roller, ahhoz is oda tudsz menni, és ki tudod váltani, mármint, hogy nem tudod kiváltani, de ott derül ki a helyszínen. Szóval rengeteg probléma van, és mivel az ügyfélszolgálat olyan, amilyen, tehát nem működik, tehát mintha nem lenne, így látni, hogy egyértelműen leszarja a Lime azokat, akik rollerezgetnek. A lényeg a profit, aztán a többi meg tök mindegy. Most ha egy-két rendszerhiba miatt egy-két embert elveszítünk, azzal nem lesz probléma, hiszen működik magától a szolgáltatás. Úgyhogy ja, hogyha neked is van bármi tapasztalatod a Lime rollerek kapcsán, akkor mindenképp csapass a komment szekcióba, YouTube-ba olvasom a kommenteket, meg amire tudok, válaszolok is. Én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb egy, valószínű vidámabb videóban. Úgyhogy ja, halihó!